Barta István polgármester úr meghívásának tettem ma eleget. Ő értesítette arról, hogy a csatlakozási szándéka után, amikor ő úgy gondolta, hogy ő azt fogja kezdeményezni, hogy a Beregszászhoz való csatlakozás legyen a megfelelő megoldás Jánosi fejlődésében. Mai napra hirdette ki ezt a falugyűlést is, meghívott, hogy vegyek részt rajta. Természetesen számomra nagyon fontos az, hogy a Beregszász szomszédos településeknek a gazdasági mutatói, illetve a távlati tervei teljes mértékben szinkronban legyenek azokkal a tervekkel, amit Beregszász elképzel magának. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres megbeszélés után vagyunk. Egyhangulag elfogadták a szándékot, és én úgy gondolom, hogy a holnapi testületülésen egy pozitív határozattal meg is fogják tudni erősíteni. Tulajdonképpen ez a rendezvény, ez ma már a második. Ma délelőtt Gáton voltam hasonló rendezvényen, és a Jánosi rendezvényen is úgy érzem, hogy a lakosoknak nagyon fontos az, hogy pontos elképzelés legyen nekik arról, hogy hogyan is fog kinézni a holnapi nap, és mindenképpen a kistérségek létrehozásában szerepet kell tudni úgy vállalni, hogy valóban a településeknek semmiképpen ne legyen rosszabb, mint a csatlakozás előtt. Még települések jelezték még Beregszász fölé, hogy szeretnének csatlakozni? Tudni kell azt, hogy a megyei közigazgatási hivatal együtt a megyei tanáccsal elfogadott egy perspektívikus tervet, egy olyan távlati tervet, amiben Beregszász vonzás körzetében 23 település lenne majd a jövőben miniszteri kabinet által hozott határozattal csatlakoztatva. Viszont az adott periódusban mi az önkéntesség párhuzamával közlekedünk előre, és mi szeretnénk ezt saját hatáskörben elérni. Ezért a megkezdett tárgyalásainknak ma van kézzelfogható eredménye, ahogy az előbb a szerkesztő úr mondta, Gáton, ma Jánosiban és Kígyóson lesz még egy fórumunk. Én biztos vagyok benne, hogy a településeknek a listája az nem lesz teljes körű, mert kaptam jeleket a felől, hogy vannak más elképzeléseik is, de én ragaszkodok ahhoz, hogy így lehetünk erősek és befolyásos gazdasági tényezők, hogyha mi egybe tudjuk egymást tartani. Válaszolva az ön kérdésére, természetesen Bakta, Gecse, Csoma, Badaló és egy másik vonalon pedig Muzsaj és Bene kerül be az első körbe, és a polgármester urakkal és hölgyel egyeztetni fogok ezeknek a fórumoknak a bonyolításáról, és amennyiben meghívnak, akkor nagyon szívesen részt is veszek rajta. Tiszteletbe tartom az ő véleményüket. Aszté, Déda, Bégány és Gut egy saját elképzelést lát megvalósíthatónak. Egy biztos, figyelembe kell venni az önfenntarthatóságot és azt, hogy mennyi lesz gazdaságilag stabil az az egyesülés. Én szeretném, hogyha ezt a tömböt egybe tudnánk tartani, mert véleményem szerint az érdekképviselet is erősebb tud lenni, és gazdasági kérdésekben is hatékonyabban tudunk együttműködni, hogyha nem több kistérség alakulna ezen a úgynevezett mai napra még beregszászi járás, de jövőben ugye ez a járás meg fog szűnni. Ennek a területén ugyanilyen elképzelések vannak még Beregen is, és azt gondolom, hogy ez ki fogja forni magát, és a végeredmény az lesz, ami egyébként jó a mi kis térségünknek. Ez egy egységes 60 ezer lakost magába tömörítő beregszászi központú kistérség.